我突然造物 Black Ben Richard Čapek, német kutató, mennyiségi elemzést végzett. Koronavírus járvány valójában a tesztek járványa. A tesztek száma exponenciálisan növekedett, a pozitív eredményt mutató személyeke viszont stabil maradt. Tehát ha látunk egy ábrán, ami így megy felfelé, az nem a koronavírusos betegeknek a száma, az a szám a teszteknek a száma. A betegek száma így megy fölfelé, de valójában változatlan marad. Ugyanis, ha nézzünk 3000 beteget, 1000 betegben van 10 koronavírusos, a második 1000-ben megint 10, a harmadik 1000-ben megint 10, tehát a harmadik 1000-nél már 30-at kell, hogy mutasson, tehát megy fölfelé, de valójában százalékra ugyanannyi. Tehát nálunk is Magyarországon ez a helyzet, hogy nem nő a koronavírusok betegeknek a száma, itt mondanak, hogy most 30-al emelkedett, 40-el emelkedett, hanem egyszerűen több tesztet végzünk el, több helyről kaphatunk pozitív eredményt. Most, ha úgy nézem, nő természetesen a koronavírusos betegeknek a száma, de nem okoz járványszerű növekedést. Tehát gyakorlatilag Magyarországon stagnál, meg lehet mondani, hogy stagnál a koronavírusosok száma, a friss koronavírusok száma, hiszen mivel több tesztet végzünk, több jön elő, de valójában járványról, emelkedésről nem tudunk beszélni. Tehát ezt is át kéne gondolni, én nem vagyok ilyen szakember, de el kell olvasni ezt a cikket, amit majd én bármikor elküldök bárkinek, és akkor hozzá lehet férni, és ki kell elemezni, mert ebből egyenesen ez adódik. A halandóságról pedig azt írja, hogy csökken. Hát itt se növekszik a halandóság. Van olyan nap, amikor meg se hal senki valaki. Ha itt nőne a halandóság, akkor egyre több és több embernek kéne meghalni. De nem. Hol meghal kettő, hol három, hol kettő, hol három. Tehát ugyanaz. Most megint ez fölveti azt a kérdést, hogy nem-e Magyarországon is átment már ez a koronavírus korábban, januárban, vagy hogy hívják be. Én saját családomon belül is tapasztaltam az egyik fiamnál olyan erős, száraz, köhögékes tüdőgyulladást, ami 3 hét alatt múlt el, igaz, hogy tesztet nem csináltunk, de nagyon sok körzetorvos kollégát is megkérdezem, hogy gondolja át, hogy ez év januárban, februárban volt-e neki olyan esete, ami egy kicsit rendkívül elütött a vírusinfluenzától, és mégis elég súlyos volt. Fölteszi ennek, mert egyszerűen nem lehet, hogy a vizsgált személyeknek 80%-a szinte mutatja a koronavírust, de nincs semmi tünete. Ez most vagy tényleg átesett egy fertőzésen, vagy pedig annyira gyenge ez a koronavírus, hogy meg se tudja betegíteni az embereket.